Sziasztok! Ma elmentem a t***ba és vettem t***ú gazdaságos alufóliát. Azt mutatom meg nektek, mit lehet ezzel csinálni. Csinálhattok belőle például egy állarcot. Tadám! Ez például nagyon hasznos akkor, ha egy állarcos bálon retardártnak akartok öltözni. A szertárnál azonban kisköltségvetésű maszkok helyett inkább kisköltségvetésű kísérletekkel szoktunk foglalkozni. Ennek mondjuk némileg ellentmond az, hogy a többi hozzávaló ennél a kísérletnél már viszonylag borsos áron mérhető. Ezek például nagyon erős neodímium mágnesek, ez pedig egy frissen másolt kulcs, amely 590 forintba került. Ha a kulcsot belejtem az alufólia tekercsbe, tang, kiesik az alján. Ha viszont a neodímium mágnes dobom bele, akkor is kiesik, de jóval lassabban. De nézzük, mi az, ami történik. Az alufólia vezeti az áramot, a neodímium mágnes pedig, nos, mágnes. És most jön a mai kérdésünk, hogyha egy mágnes mozgatunk egy vezető környezetében, mi fog folyni a vezetőben? A. C-ram, B. B-ram, vagy C. áram. Akik a C válaszra tippeltek, azok tippeltek helyesen, ugyanis C, vagyis áram folyik a vezetőben, hogyha egy mágnes mozgatunk a környezetében. Az alufólia tekercs környezetében létrejövő mágneses mező pont olyan lesz, hogy akadályozza azt a hatást, amely az áramot létrehozta benne. Magyarra fordítva, egy olyan hatás jön létre, amely alulról taszítani, felülről pedig vonzani fogja a mágnesünket, ami végig csúszik a belsejében. Erről szól Lenz törvénye. Ha tetszett a videó, osszátok meg nyugodtan a barátaitokkal is, kövessetek minket Facebookon, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Ja, és ne legyetek retardáltak. Sziasztok!